Üdvözlet mindenkinek, szervusztok! Földi Péter vagyok, és negyedik részéhez érkezett ez a Pythonos fizikás videósorozatom. A mai alkalommal végre eljutunk odáig, hogy kétdimenziós rezgéseket vizsgáljunk, de ahhoz, hogy ez könnyen menjen, először át kell gyorsan futnunk az erők eredőjének a meghatározásán. Arról van tehát szó, hogy a mozgás egyenletben, tehát ebben, mindkét oldalon vektormennyiségek állnak, tehát jelenleg ez jelentse azt, hogy nagyságuk és irányuk is van, és ha bal oldalon az erők eredője szerepel, ez eddig is így volt, csak hogy most ez jobban látszódjon, vagy hangsúlyosabb legyen, ezzel ideírtam ezt a szumma jelet, tehát ezzel együtt ez a szumma F, ez az erőknek az eredője, és hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy ezt hogyan határozzuk meg. Azt gondolom, hogy aki ezt a videósorozatot nézi, ezt valahol már valamikor tanulta, ezért gyors leszek. Gyors, de didaktikus. Tehát először maradunk az egydimenziós esetnél. Ilyenkor olyan sok lehetőség nincs. Egy testre ható erő, vagy az X-tengely irányába, tehát amerre a tengelyen a nyíl mutat, adott esetben jobbra, vagy azzal ellentétesen hat. És az összeg, tehát hogy az eredő mennyi, az egyszerűen azt úgy határozzuk meg, hogy össze kell ezeket az erőket adni, előjelet is figyelembe véve, tehát mondjuk, ha példa kedvéért, ez nagy F az 3 newton, és a kis F mínusz 2 newton, ugye azért negatív, mert az X-tengelyel ellentétes az iránya, akkor a szumma F az egyszerűen nagy F plusz kis F egyenlő 3 mínusz 2 newton, azaz 1 newton lesz. Szóval a pozitív irányba mutató, előre mutató pozitív erő nyert, mert az ő abszolút értéke volt nagyobb. Nyilván az is előfordulhat, hogy a két erő ellentétes irányú, de azonos nagyságú, akkor eredőjük nulla, és tulajdonképpen a test ugyanúgy nyugalomban marad, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, mintha nem hatna rá erő egyáltalán. Ez mondjuk a helyzet egy asztallapra fektetett könyv esetén. Mielőtt tovább mennénk, egy példát azért szeretnék ezzel kapcsolatban végig számolni. Nyilván ki nem mondva, eddig is mondjuk a súrolási erő bevezetésekor egy dimenzióban adtunk össze erőket, ott határoztuk meg az eredőt, de ezen talán sokkal jobban fog látszódni, hogy működik ez a dolog, és egyáltalán hogy lehet szépen numerikusan megoldani az ilyen problémákat. A példa legyen egy csatolt oszcillátor, ami két tömegpontból áll, amelyek külön-külön egy-egy rugóval falhoz vannak rögzítve. Az egyszerűség kedvéért legyen ez a két rugó állandó megegyező, de a kettő tömegpont között kölcsönhatás is van, ami ezen a harmadik rugón keresztül valósul meg, amelynek a rugó állandója különbözik a D-től, általában kisebb annál, vagy az az érdekes eset, azt fogjuk nézni, amikor kisebb annál, és koordinátázzunk úgy, hogy egyensúlyban az egyes tömegpont az origóban van, a kettes pedig ettől el távolságra. Tehát ez a felső ábra az egyensúlyi helyzetet szemlélteti, amikor egyetlen rugó sincs se meggyújtva, se összenyomva, és olyankor legyenek ezek a pozíciók. Az általános eset itt ezen a lenti ábrán látszik. X1 az egyik, X2 pedig a másik test koordinátája, és hát az erőket, rájukható erőket kell meghatározni. Itt a rugókat már nem rajzoltam föl, de ugye az egyensúlyban, origóban volt az egyes test, tehát az könnyű, ugyanúgy, mint eddig, mínusz d szer x1 fog ráhatni a tőle balra eső rugó következtében. Az a kettesnél pedig hát egy picit bonyolultabb a helyzet, nyilván mínusz d itt is lesz, de a kitérést most ahhoz kell viszonyítanunk, hogy egyensúlyban ő az x2 egyenlő L pozícióban van. Hogyha figyelünk rá, akkor megnézzük, akkor az előjel is helyes. Tehát ez a tőle jobbra első rugótól ráható erő. Ami egy picit bonyolultabb, az a kölcsönhatást biztosító rugóból származó erő. Ez
Nyilván azzal lesz arányos, hogy az ő hossza az mekkora az egyensúlyi hosszához képest, ami el volt. Ugye akkor, hogyha az x2 minusz x1-et, tehát a két tömegpont pozíciójának különbségét kivonjuk belőle, akkor megkapjuk, hogy meg van nyújtva, vagy össze van nyomva. Úgy lesz jó az előjel, ha ide minusz d1-2-t írok. Ez mondjuk abból látszik, hogyha az x2 minusz x1 az kisebb, mint az L, tehát a középső rugó össze van nyomva, akkor az a negatív irányba, tehát erre tolja el a középső, az egyes testet. Könnyen látszik, hogy a kettesre ható, a kölcsönhatásból származó elő az fentinek az ellentétje. Mert akkor mondanám, hogy erő ellen erő, de hogyha nagyon szőrözünk, akkor a kölcsönhatás nem közvetlenül a két test között zajlik le, hanem a rugó közvetíti azt. Minden esetre az egyenletek így jó. És akkor nézzük, hogy lehet a kapcsolódó mozgás egyenleteket megoldani Pythonban. Itt mindjárt az elején látszik, hogy itt négy változót kell követnünk, tehát az egyes testnek az koordinátáját és a sebességét, ugyanígy a kettesét. Ez némileg elbonyolítja azért a kódot, meg hát az is látszik, hogyha véletlenül nem kettő, hanem több csatolt tömegpontnak a mozgását szeretnénk megoldani, akkor már ez elkezd, tehát itt akkor a hiba lehetőség nagyon megnő, majd később beszélünk arról, hogy olyan esetben hogyan praktikus mindezt megoldani. Most még azért ez fog menni kézzel is. Két erőt kell definiálnunk, az egyik itt van az F1, ami az egyes testre hat, itt pedig az F2, ezek pontosan ugyanazok, mint amit a kockás papírra írtam az előbb. És ugyanígy, amikor a dinamikát, tehát a mozgást számoljuk, akkor is minden lépést külön-külön végre kell hajtanunk az egyes, illetve a kettes test esetén. Itt indexeltem a változókat, illetve mögéjük írtam számokat, hogy könnyebb legyen eligazodni. Az első szám az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Runge-Kutta lépéshez a K1 vagy K2-ről van szó, a második pedig, hogy melyik tömegponthoz tartozik az adott K. És akkor nézzük, hogy mi lesz az eredmény. Kimondottan érdekes lesz. A kezdő feltételeket úgy állítottam be, hogy az egyik tömegpontnak nem nulla a kitérése, a sebességek zérók, és a másik tömegpont pedig az egyensúlyi helyzetben van. És hogyha ezt lefuttatom, megnézhetjük az eredményt. Az látszik, hogy a egyik tömegpont elindul itt 0,3 méter a métertől, elkezd rezegni, de a rezgés amplitúdója egyre csökken, cserébe a másiké nő, tehát valahogy az energia a kékkel jelölt egyes tömegpontról átvándorol a kettesre, majd cserélnek, és ez így megy periódikusan tovább. Az, hogy a megoldás jellege ilyen, az főként azért van, mert a rugóállandókat úgy állítottuk be, hogy a csatoláshoz tartozó rugó az sokkal gyengébb, mint azok a rugók, amelyek a falakhoz rögzítik az egyes tömegpontokat. Érdemes itt esetleg eljátszani a paraméterekkel, de túl nagy kitérést ne állítsunk be kezdetben, mert akkor tanulni leszünk annak a csúfságnak, hogy ebben a modellben az ég adta világon semmilyen szempontból nincs benne az, hogy a két tömegpont nem haladhat át egymáson. Pillanatnyilag azt javaslom, hogy éljünk együtt ezzel a közelítéssel. Maga a probléma viszont videóért kiállt, ezért most már különösebb magyarázat nélkül bemásolom ide ezt a videókészítő részt, és mindjárt megmutatom, hogy az eredmény az micsoda lesz. Szóval ezt a videót tudjuk elkészíteni, ahol a piros az egyes tömegpont, a kék a kettes, vízszintes tengely mentén oszcillálnak, illetve látjuk, hogy milyen pályán, a kitérésnek mi a helyfüggése, és azt is látjuk, ahogy
az egyik amplitúdója, egyik rezgés amplitúdója csökken, a másiké nő, aztán szerepet cserélnek. És akkor térjünk vissza az erők eredőjének a kiszámításához az általános esetben, illetve az egyszerűség kedvéért most síkon. Nyilván, hogyha két erőt össze tudunk adni, akkor bármennyit, tehát elegendő, hogyha a kettőnek az összeadásáról beszélünk. Geometriailag ugye erről azt szokás tanulni, hogy ha van egy kis F és egy nagy F erőm, akkor azokat úgy adom össze, hogy az egyik végpontjába, adott esetben a nagy F végpontjába eltolom a kis F-et, és az eredő a kiinduló pontból a végpontba mutató vektor lesz, tehát ennek a paralelogrammának az átlója itt. Most, hogyha koordinátákat számolunk, ezt kimondottan egyszerű számolni. Állítsuk már be az y-tengelyt, hogy az essen egybe a nagy F erővel, rámerőlegesen itt van az x-tengely, és akkor ennek a pontnak itt fx, fy a koordinátája, ugyanúgy ez nagy fx, nagy fy, ahová a nagy F erő elér, és akkor ebből viszonylag könnyen látszik, hogy egy kicsit rajzol az ember, hogy az eredmény, tehát ennek a pontnak a koordinátája, annak az x-koordinátája, tehát a szumma F-nek adott esetben az x-koordinátája, az egyszerűen az x-koordináták összege. Ugyanígy a szumma F-nek az y-koordinátája, az y-koordináták összege, és bár mondjuk most z nem volt, de talán az általánosság kedvéért írjuk ide, és remélem ezt elhiszitek, hogy az pedig a z-koordináták összege. Tehát koordinátákat használva azért elég könnyen meg tudjuk oldani az erők összeadását, és ilyenkor a mozgás egyenlet maga és szétesi koordináták szerint, tehát m-szer az a-nak az x komponense, a gyorsulás y komponense, az a szumma f-nek az x komponense lesz, ugyanúgy m-szer a-nak az y komponense, az eredő erő y komponensével lesz egyenlő. És akkor mielőtt rátérnénk a régen beharangozott példára, gyorsan kijavítom itt az indexeket, hogy nehogy valaki így jegyezze meg. Ezt egyszerűen elírtam az előbb. És akkor nézzük hát tulajdonképpen két dimenzióban a rezgéseket, aminek hát a modellje tulajdonképpen ez lehet. Egy ilyen eszközt talán, egy keretet, amin két rugó van, a legtöbb fizika szertárban lehet még találni. Mondjuk erre gondoljunk. Ideális esetben ez a rögzítési pont, illetve az összes, az könnyen elmozdulna itt a perem mentén, de általában az nehéz megvalósítani, tehát az történik, hogy azok fixen vannak, de ettől ez még egész jó közelítése annak a mozgás egyenletnek, amit komponensenként írtam föl. Az x legyen a vízszintes tengely, az y a függőleges, és mindkét irányban a sorba kapcsolt rugókat egyetlen rugó állandóval vettem figyelembe, itt dx-el, itt pedig dy-nal, amik nem feltétlenül egyeznek. Numerikusan ismét négy változót kell követnünk, csak ezek most ugyanahoz a testhez tartoznak, viszont különböző irányokhoz, tehát kell az x koordináta, az y koordináta, az x irányú sebesség, illetve az y irányú sebesség, és akkor ennek megfelelő is ez a megoldó rész. Tehát a Runge-Kutta rutint most úgy írtam át, hogy ezt a négy változót fejlesszük az időben. Talán még az előző esethez képest egyszerűbb is a helyzet, mert az erők, az x irányú, illetve az y irányú, ezek sokkal egyszerűbbek, nincs közöttük semmilyen, két irány közt nincsen csatolás, a dx rugóállandó vonatkozik az x irányhoz, a dy pedig az y-hoz. Itt a kezdeti értékekre nem kell nagyon vigyázni, tulajdonképpen bármit írhatunk a kezdeti xy, vx, vy, vy helyére. Most egy példát mutatok, és akkor hát rajzoljuk föl mondjuk a kitéréseket a két irányban.
igazából nem lesz túl izgalmas, mind a kettő ugyanolyan színusz, illetve tehát ugyanolyan színusz vagy koszínusz jelleggel hullámzik, mint amit eddig láttunk. Ami viszont érdekes, hogyha nem ezt ábrázoljuk, hanem azt, hogy a valós térben milyen pályát ír le a test, tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy az x koordináta függvényében felrajzoljuk az y-t. Tehát ezt itt most kikommentálom, hogy ne zavarjon minket, ezt pedig be, és akkor most nézzük, mit látunk. Az ilyenfajta görbéket Lissajous görbének nevezik, tehát amikor két merőleges rezgés összetételéről beszélünk, és látjuk, hogy ezek szépek. Érdemes eljátszani a paraméterekkel. Itt a rugóállandók esetén azért írok négyzet számokat, mert az ő négyzetgyökük szerepel a frekvencia kifejezésében, tehát szeretném, hogy kisegész számok legyenek a frekvenciák, ami azért van, hogyha a két irányban a frekvenciák aránya racionális, akkor ezek a görbék, amiket kapunk, szépen záródnak. Numerikusan nyilván nem tudunk irracionális arányt beállítani, de azért érdemes eljátszogatni itt a számokkal. Kellemes görbéket kapunk, és tényleg ezt, hogy önmagával, tehát az eleje és a vége egybeesik-e, azt is látni fogjuk a legtöbb esetben. Nyilván, hogyha sokkal tovább számolnánk, akkor miután minden arány racionális numerikusan, egy idő után mindegyik görbe záródna. Talán még azt érdemes megnézni, hogy mi történik akkor, hogyha két frekvencia megegyezik. Ilyenkor a pálya ellipszis lesz, mert hogy mindkét irányba ugyanolyan gyorsan rezeg, csak esetleg a fázisuk más ezeknek a rezgéseknek, és ezeknek az eredője egy ilyen ellipszis jellegű pálya lesz. És ezzel tulajdonképpen teljesítettem azt az ígéretet, amit az első videó végén tettem, tehát szépen tudtunk számolni kétdimenziós rezgéseket, és úgy gondolom, hogy a mai napra ennyi elég is volt, úgyhogy itt szeretném befejezni. Köszönöm a figyelmet, szervusztok! Illetve gyorsan még annyit hozzátennék, hogy ebben a 2023-as tavaszi fél évben már nem fogok több videót készíteni, menjünk el nyári szünetre, és aztán folytassuk az ősszel. Most már tényleg viszontlátásra, szervusztok!